Átalakítja a kormány az egészségügyi rendszert. Az egészségügyi államtitkár azt mondta, a reform része a béremelés és az alapellátás módosítása is. A szakmai szervezetek szerint a házi orvosi központok és az ügyeleti rendszer átalakítását meg kellene fontolni. Mielőtt a parlament elé kerül a tervezet, az egészségügyi államtitkár egyeztet a szakma képviselőivel. Takács Péter tárgyalt a Magyar Orvosi Kamarával is. Dr. Kincses Gyula, Magyar Orvosi Kamara elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Az államtitkár is megerősítette, hogy tárgyaltak, és a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy szinte mindenben megszületett egyfajta konszenzus, vagy valami megegyezés. Minden esetre közeledtek a vélemények, a bérkérdését említette, az ügyeleti kérdést említette. Mi volt az önök álláspontja, az önök véleménye, amikor ezt a koncepciót látták? Mi ugye csak a sajtóból rész információkat ismerünk. A jelenlegi kormányzattal, tehát a Pintér Sándor vezette kormányzattal egy sokkal aktívabb munkakapcsolatban vagyunk, mint amivel voltunk. Tehát ezért nem új információként ér bennünket ez az egész. Már a nyáron volt nálunk az államtitkár úr, ahol tartalmilag azt, hogy milyen változásokat készít elő a kormány, mire számíthatunk, miben gondolkodnak. Ezt már a nyáron ismertette velünk az államtitkár úr. Mindketten Pintér miniszter és államtitkár úr is kért ezek kapcsán javaslatokat különböző részletes szakmai kérdésekre, és így értünk el eddig az előterjesztésig. Tehát nem volt vadonatúj a számunkra. És azt látták, hogy az önök javaslatait be is építették ebbe a koncepcióba? Volt olyan, ami beépült, igen. Tehát éreztük azt, hogy valamilyen ráhatásunk vagy visszahatásunk volt ebben. Önmagában maga az, hogy van ez az egész, hiszen ahogy a választások megtörténtek, még nem alakult meg az új kormány, amikor Orbán Viktornak levelet írtunk azzal, hogy muszáj az egészségügyi reformot elkezdeni, és leírtuk, hogy milyen irányokat kell venni. Tehát a szerkezet átalakításban, stb. És ezek a megfogalmazások vagy célok visszaköszönnek ebben az előterjesztésben is. Nézzünk akkor egy-két területet, ahogy említettem, a bérkérdés, ügyeleti kérdés, de elsőként a házi orvosi praxis. Eddig is évek óta téma, hogy a házi orvosok öregednek, a házi orvosi társadalom öregedőben van, nagyon sok a betöltetlen praxis, amelyet helyettesítéssel próbálnak orvosolni. Milyen megoldási javaslatokkal élnek? Most ez a javaslat a betöltetlen, de olyan praxisoknak a megszüntetését javasolja, amit nem is érdemes betölteni, hiszen változik a lakosságszám, kiürülnek települések, és részpraxisok maradnak, amit valójában helyettesítéssel oldanak meg, ami nem jó forma. Ezért a praxis gazdálkodást, az, hogy hogyan lehet egy igazságosabb praxis méretet, azonos terhelést, azonos hozzáférést biztosítani. Ezt az országos kórház főigazgató fogja megkapni a tervezet szerint, és ez ad lehetőséget arra, hogy mindenkinek valós házi orvosa legyen, ne csak helyettesítő. A közvetlen lakókörnyezetében? Így van, így van. Tehát ez megoldott marad? Attól nem lesz több házi orvos, bocsánat. Csak nem helyettesíteni fog valaki oda kimenni, hanem az ő faluja, lehet, hogy a szomszéd faluval lesz egy praxis, és ha vesznek egy mikrobusz közösen, ami körjáratban hordja a betegeket, akkor ez semmilyen problémát nem jelent. Az orvosok arról is beszélnek, hogy a terheik folyamatosan nőnek, túlterheltek, rengeteg műszakot visznek, és amikor túlóráról van szó, akkor ugye egyes információk alapján irreálisan növelnék a házi orvosok terheit is, akár a túlórákkal, miszerint reggel 8-tól 4-ig a rendelőjükben látnának el ügyeletet, aztán 4 órától 22 óráig pedig a járási egészségközpontban lennének beoszthatók, úgy, ahogy ünnepnapokon, hétvégéken is. Mit szóltak ehhez? Azért kell különvenni a két dolgot, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a kérdést, hogy a házi orvosi kar mennyire előregedett. Mert egyébként maga az a terhelés, amit az államtitkár úr előírni akar, a havi 2 ügyelet, az az egészségügyben nem egy kiemelkedő teher.
most nem akarok azzal jönni, hogy én havi 10-nél kevesebbet sose ügyeltem, amíg klinikán dolgoztam, és az abnormális, tehát nem ezt akarom normálvá tenni, de az, hogy havi 2 nem teljes éjszakát, hiszen délután 4-től este 10-ig, ezt főszabályként elviselhetőnek tartjuk. A probléma az, hogy valóban olyan idős kollégák vannak, akiknek az odajutásuk, visszajutásuk, hiszen nem a saját falujukban, rendelőjükben kellene ügyelni, hanem egy központban, ez már problémás lehet. Önöknek van arra ötlete, hogy hogyan lehetne a fiatalokat rávenni, hogy házi orvosok legyenek, és ne az ágazaton belül egy más szakmát válasszanak? Ugye egyre kevesebben szeretnének házi orvosok lenni. Azt gondoljuk, hogy a háziorvosi szakma megbecsülésének az a záloga, hogy emelni kell a kompetenciájukat, tehát nem csak egy diszpécser jellegű munka, aki megnézi a leleteket, felírja a receptet, beutalja a beteget, tovább utalja, hanem saját maga magas színvonalon egyes szakorvosi tevékenységeket is az alapellátásba integrálva gyógyít. Erre úgy tűnik, hogy most megvan a szándék. Egyrészt az államtitkár úr megnyugtatott abban az értelemben engem is, hogy a praxis közösségek azok ugyan nincsenek nevesítve megfelelően az előterjesztésben, de a mögöttes gondolatban ott vannak, és fog a szerepük erősödni. És ugyanígy az, hogy licenc vizsgákkal korszerű tudásokat lehet az alapellátásba bevinni. Tehát ha egy fiatal azt érzi, hogy szakmailag kiteljesedhet az alapellátásban, akkor sokkal könnyebben fog oda menni. Jól veszem ki a szavaiból, a mostani kommunikáción az államtitkársággal, illetve a szaktárcával gördülékenyebben megy a kommunikáció, illetve a megoldások? Ez egyértelmű, hogy sokkal aktívabb a kapcsolat, és az is teljesen normális, hogy a államtitkárságnak az a dolga, hogy ezeket pozitívan lássa, nekünk meg az a dolgunk, hogy mindenben azt nézzük, hogy milyen kockázatokat rejt. De ez így normális. Elnök úr, egy másik témát hadd hozzak be. 3000 ember adataival élhettek vissza ortopéd szakorvosok, többek között ortopéd szakorvosok. Ugye a Nemzeti Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatóhelyettese tartott erről egy sajtótájékoztatót. Tudnak erről konkrétabbat, mint ami megjelent a sajtóban? Nem tudunk. Ez jó hát úgy írtak fel embereknek ortopéd eszközöket, hogy nem... Ennyit, ami a sajtótájékoztató, meg utána az alezetes úrral beszélgettünk, tehát ilyen szempontból tudok, de előzetes információnk, rálátásunk erre nem volt. Ez ugye egy zárt kör, ahol a gyártó, a szociális otthon, amelyik a adatokat kiadja, és az a néhány megtévedt és általunk mélyen elítélt kollega, aki pedig a hamis recepteket írta, ők voltak benne, és mi azért is mentem el a sajtótájékoztatóra, és vállaltam a nyilatkozatot, mert mi azt gondoljuk, hogy a kis számú, szabálytalan, vagy akár bűnöző kollega nem védendő a tisztességes, becsületes többség érdekében. Tehát mi ezért a transzparencia hívei vagyunk, az etikai ügyekben is a nyilvánosságot támogatjuk a becsületes többség védelmében. Ez a 3000 ember, akinek az adataival visszajöttek, mit tehetnek? Bocsánat, nekik ezzel nincs dolguk. Tehát ez a visszaéltek az adat, feljelenthetjek, csak sajnos nem fogja feljelenteni, hiszen ezek elfekvőben, szociális otthonban kiválasztottak azokat a betegeket, akiknek nem lesz személyiségi, jogi problémájuk ebből, de őket önmagában ebből kár nem érte. Annyi történt, hogy valaki átadta a tajszámukat ennek az orvosnak, aki fiktív recepteket írt fel, anélkül, hogy szakmailag ez indokolt lett volna. Egyszerű csalás, ami szörnyű, vagy valami elítélendő, de mondom, direkt betegkár nem történt, az viszont minden betegkára, hogyha 200 millió forint megy a kukába, ahelyett, hogy jóvításra. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget.